You were just another sideshow in a backstreet carnival. And I was walking the high wire, trying not to fall. Just another way of getting through, anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. But you were tender as soft as summer wind. Someone to remember when the cold closes in. Nem sokára megszólal a karácsonyi csengő, melynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adhatunk önzetlenül. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. Vallási meggyőződéstől függetlenül, tudom, mindenki készül a karácsonyra és várja a karácsony ünnepét. A különböző tartalmak mégis egy valóságra irányítják a figyelmünket, a szeretetre. Én nem tudom önök, hogy vannak a várakozással, de gondolom, ahogy telnek, múlnak az évek, a várakozás, mint szó, önöknek is mást jelent. Mennyire másabb volt a várakozás, az advent kisgyermekként, amikor izgatottan vártuk, hogy a nagyszobában, a megszokott helyen, a fenyő feldíszítve, mikor kerül már oda, és alatta persze milyen ajándékok várnak majd minket. Aztán mennyivel másabb már felnőttként a várakozás, amikor nem topzódunk annyira, vagy mennyivel másabb a várakozás a buszmegállóba, mondjuk munkába menet, vagy mennyivel másabb a várakozás a buszmegállóba, amikor egy szerettünket várjuk, hogy leszálljon arról a buszról. Vagy mennyire más a várakozás, amikor egy orvosi eredményt várunk, vagy mennyire más a várakozás, amikor életünk párjának méhében gyermekünket várjuk, hogy a világra jöjjön. A mi kis megváltónkat. Hát nekem ilyen ez a várakozás. And you were just another sideshow, and I was trying. Szép jó estét kívánok mindenkinek, dicsőítessék be Jézus Krisztus! Kedves egybegyűltek, újra advent van, újra összejöttünk itt a város adventi koszorúja, hogy elkezdjük a készületet a közeledő szép ünnepre, a szeretet ünnepére, Jézus Krisztus születésének ünnepére, a karácsonyra. Ez az adventi koszorú, amely úgy templomokban, mint családi otthonokban, sőt, városok, települések főterein is immár ott látható, egy nagyon szép és nagyon fontos jelkép. Jelképe az örök életnek, hiszen örökzöld ágakból szoktuk készíteni. Jelképe Jézus Krisztusnak, akit szimbolizálnak ezek a gyertyák, hiszen a gyertya Krisztus jelkép,
És én úgy gondolom, hogy itt, Makóváros főterén valahol jelképe az összetartozásunknak is. Hiszen összejövünk, akármilyen felekezethez vagy meggyőződéshez tartozzunk is, bármilyen valláshoz tartozzunk is, összejövünk ezeken az adventi délutánokon, hogy együtt gyújtsuk meg ezeket a gyertyákat, és én úgy gondolom azért is, hogy együtt kiki kérjen valamit a szíve mélyén, az Istentől. Úgy gondolom, hogy mindenkinek van mit kérni, van miért imádkozni önmagáért, a szeretteiért, ilyen-olyan problémák, nehézségek megoldódásáért, vagy egyszerűen csak hálát adni az Istennek, mindazért a sok szépért és jóért, amit nap mint nap kapunk tőle, amit olykor már észre sem veszünk. Ezek a sorra gyúló gyertyák erre emlékeztessenek, kedves testvéreim, bennünket, ne csak arra, hogy közeledik a karácsony és sütni, főzni, vásárolni, nagy takarítani kell, hanem, ahogy mondottam, a szeretetre és a szeretet Istenére, Jézus Krisztusra irányítsa a figyelmünket. Most, amikor meggyújtjuk majd az első gyertyát, akkor kérjük Jézus Krisztustól a kegyelmet, hogy adja meg mindannyiunknak, akik ma itt összejöttünk, és akik majd összejövünk a többi adventi vasárnapon is, hogy ez az advent, ez a 4 hét, ez ne csak egy időszak legyen a naptárban, ne csak úgy elteljen ez a néhány hét fölöttünk, hanem valóban a készület ideje legyen a külső készületé is, de elsősorban a belső készületé, a lélek fölkészüléséjé. Most ezekkel a gondolatokkal fogjuk majd az első gyertyát meggyújtani, és én ezúton szeretnék mindannyiuknak, akik ma itt együtt vannak, de az otthon maradt szeretteiknek is áldott, kegyelemteljes adventi szent időt kívánni, hogy valóban ez a készület, amiről most így röviden egy kicsit elmélkedtünk, igazi legyen, és amikor majd eljön a Szenteste, eljön a szeretet ünnepe, eljön Krisztus születésének ünnepe, akkor valóban fölkészült lélekkel köszönthessük a közénk születő Isten gyermekét. But you were tender as soft summer wind. Someone to remember when the cold closes in. You were a color to the moon. You were flowers come to bloom with a sweet perfume. And you were tender as soft summer wind.